Ezzel a választási eredménnyel a magyar közösség, a vajdasági magyar közösség egyértelműen jelét adta annak, hogy az a program, ami a magyar összefogás mögött van, találkozik a közösség elvárásával, akaratával, szándékával, hogy egy olyan program, amelyik oly mértékben nemzetileg elkötelezett, hogy megközelítőleg háromnegyedes többséget fog eredményezni majd a jövőbeli nemzeti tanácsban. Szeretném elmondani, hogy az eddig földolgozott eredmények alapján Szent Tamáson a magyar összefogás lista a leadott szavazatok 86,2%-át kapta meg. Óbecsén 83%. Topolyán 67%. Kishegyesen 86%. Magyarkanizsán 81%. Zomborban 85,7%. Törökbecsén 84%-ot. Szabadkán kétharmados földolgozottság mellett 88,3%. Csókán 77,8%-ot. Két olyan választókerület van, ahol 100%-os eredményt értünk el. Az egyik az a Bajnáti helyi közösség itt Szabadkán, a másik pedig... Én azt gondolom, hogy az elkövetkező pár hétben azt követően, hogy ezek a választások formálisan, jogi értelemben is lezárulnak, meg tudjuk alakítani a új nemzeti tanácsot. Egészen biztos, hogy ez június végéig meg fog történni. Ezek az eredmények, ez az érzés, amit mindannyian ebben a pillanatban érzünk, nem tudják azonban felejtetni mindazokat a gondokat, amikkel az elmúlt napokban szembesültünk. Nem kívánok ünneprontó lenni, de a valósággal szembe kell nézni még ebben a pillanatban is. Folyamatosan úgy éreztük, hogy ezek a választások másodrendűleg fontosak csak ebben az országban. Ez az ország képes arra, mert bizonyította, hogy ettől sokkal jobb választásokat tud szervezni. Nincsen arra magyarázat, hölgyeim és uraim, hogy a választásnak pillanatát a választás pillanatának megkezdése előtti 4 órával az éjjel 3 órakor kapják meg a szavazatszedő bizottság tagjai az értesítést arról, hogy a szavazatbizottság tagja. Nincsen magyarázat arra, hogy több százan, akik feliratkoztak a választói névjegyzékre, ma nem tudtak szavazni, mert hogy nincsenek benne a névjegyzék. Folyamatosan az volt az érzésünk, és ma is az az érzésünk, hogy ez a választás nem mindenki számára volt annyira fontos, mint amennyire mi számunkra. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy ez a választás a Nemzeti Tanács adta lehetőségek kibontakoztatása, az nem elsősorban és kizárólagosan kisebbségi kérdés, hanem ennek az országnak a jogrendjének az életre hívása. Ilyen értelemben ennek a választásnak a szabályszerűsége az legalább annyira többségi érdek, mint amilyen mértékben kisebbségének. Mi az elkövetkező napokban, amikor listázzuk mindazokat a gondokat, amikkel szembesültünk az elmúlt 1-2 napban, el fogjuk dönteni, hogy milyen jogorvoslati lehetőségekkel fogunk élni, annak szándékában, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. És most szeretném átadni a szót dr. Kornéczy Tamásnak, aki a Magyar Összefogás listának a listavezető.